Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jobbikos képviselőtársam utolsó mondatát szeretném felidézni, hogy erre várjuk a válaszát. Éppen előbb az agrártámogatási jogszabályoknál vagy állapítottam meg, hogy milyen csúnya magatartás az a kormányzati oldal részéről, hogy a vitában nem vesznek részt, hanem mindig a zászlóban mondják el a véleményüket, úgyhogy reagálni már ne lehessen. Tehát én is azt kérném majd államtitkár úrtól, hogyha lehet, hogy a vitában vegyen már részt, úgyhogy legyen módunk viszont válaszra, és ne pedig a zászlóban adjon mindenre reakciót. Pártunk vezérszónoka, a frakciónk vezérszónoka elmondta nagyjából a pártunk álláspontját. Nyilvánvalóan bennem is felmerül egy halom kérdés, főleg itt a kormánypárti felszólalásokat követően. Ugye bennem ez nem csak konkrétan a most benyújtott javaslat részleteiben merülnek fel, hanem általánosságban is felmerül, hogyha magyar társadalomra így szétnézünk, vagy így ránézünk, és azon gondolkozunk, hát van 150 milliárdunk, mi az, ami fontos feladat, akkor tényleg ez az első, ami a kormánynak az eszébe jött, hogy itt is ennyire ilyen pesti emberek irányítják a kormányt, hogy ez az első, amire költeni kell. Nem látják azt, hogy mi mindenre lehetne fordítani, az, hogy vidéken a múzeumok jelentős részét ráterhelték az önkormányzatokra, úgyhogy fenntartani nem tudják, programot szervezni nem tudnak, azt mondják nekik az önkormányzatok, hogy írjanak támogatóprogramokat, meg amit tudnak, az, hogy valami legyen, és itt meg egy 150 milliárdos fejlesztést így lehet használni. Mert hogyha azt mondjuk, hogyha ez ennyire kell, meg ennyire komolyan gondolják, hogy ez a legfontosabb, és tényleg erre kell szánni, és akkor még mindig lenne más irány, hogy ezzel a megoldással, vagy más megoldással. Én nagyon kezdőpesti vagyok, mert most mióta ez a nagyon hálás munkám tart, azóta vagyok több időt a fővárosban. Ugye gyerekekkel, családdal kilátogatunk Ligetbe, ilyenkor mindig az merül fel bennem, hogy vajon az a rengeteg pesti család, ahol kisgyerekek vannak, azoknak hiányzik-e a zöld felület, vagy nem hiányzik, azok hova tudnak kimenni, ott vesztesége, ha zöld felület vesztés van. Én már rég mondtam, hogyha egyszer úgy adja az Isten, hogy kormányozni kezdenénk, betiltanám az ilyen zöldmezősnek nevezhető beruházásokat. Tehát egyszerűen annyi olyan barnamezős lehetőség lenne a főváros területén, ahol némi átalakítással lehetne ilyet létrehozni, és nem ezt a megoldást választják önöknek, mintha örömök telne abba, hogy 100 éves fákat ki lehet vágni. És nem értem, hogy miért. Tehát miért jobb ez önöknek? Ugyanúgy nem értem a demokrácia felfogásukat. Hogyha azt mondja a pártjuk, hogy itt tényleg a lakosság, meg a nép, meg a nem tudom, kicsoda a fontos, miért nem lehet egy helyi népszavazással ilyen kérdésről dönteni? Vagy egy fővárosi, tehát megkérdezni az embereket, hogy vajon ők tényleg ezt akarják? Nem is a költségvetés felhasználásban, hanem hogyha mondjuk múzeumi ligetet hozunk létre. És akkor Ák Péter képviselő úr mondja itt az előbb, hogy hát ő volt kint és látta, hogy milyen rosszak az állapotok. Hát kérem szépen, Ák képviselő, menjen már szerte az országban, és nézzem már meg, hogy mennyi rossz állapot van még, mindenhova tudunk költeni 150 milliárdot? Tehát ha bárhol a magyar vidékre megy, bármelyik településre, állítom, hogy mindenütt fog találni ilyen helyeket. Ez teljesen ilyen megfoghatatlan érvelés az, hogy valahova kiment a képviselő úr, és ez meggyőzte, hogy oda pénzt kell fordítani. Nyilvánvalóan én azt mondom, hogy Manninger képviselő úrnak az érvelését el lehet fogadni. Csak nem arról érvel kormánypártiként, hogy már pedig a Ligetbe van szükség egy ilyen negyedre, hanem arról érvel, hogy a város idegenforgalma szempontjából a kulturális fejlesztések azok jót tesznek. Ezt az érvet én el tudom fogadni. Nem ezzel vitázom. Azzal vitázom, hogy ezt a Városligetbe kell megcsinálni, így kell megcsinálni, most kell megcsinálni, és ennyit kell megcsinálni. Ezek a vitás kérdések. Én azt mondom, hogy a fővárosnak joga van arra, hogy fejlődjön. Nyilván megteheti ezt úgy, hogy közben az egész magyar vidék tönkre megy, és oda nem kell forrás fordítani, hogyha ez a kormányzat így gondolja, akkor ezt megteheti. Kétharmad felhatalmazta arra, hogy ilyen döntéseket hozzon. De ugyanakkor, hogyha már ezt a döntés meghozza, akkor miért nem lehet racionális szempontokat figyelembe venni? Nyilvánvalóan befolyásol egy nagyon picit az, hogy alapvetően környezet és természetvédelemmel foglalkozva látom azt a funkciót, hogy a városi zöldfelületek fenntartásában milyen hihetetlen nagy szerepe van minden egyes pici megmaradt élőhelynek. Nem énekes madarak fészkelőhelyéről beszélek, hanem arról a rekreációs lehetőségről, ahol a munka után bárki ki tud menni. Nagyon-nagyon fontos az a szempont, amit Manninger képviselő képviselt, az idegenforgalom jelentősége. Gyakorlatilag a kormányzat ezzel a döntéssel a fővárosban élő családoktól vesz el területet azért, hogy az idegenforgalomnak átadja. Ennek van gazdasági jelentősége. Csak az a kérdés, hogy a gazdasági haszonra lehetőséget teremtő fejlesztéseket úgy kell-e megvalósítani, hogy annak a megfizetői a fővárosi családok, kisgyermeket családok legyenek. Valóban úgy kell-e megcsinálni, hogy egy olyan helyre kerüljön, amelynek a funkciója, a lehetőségei sok más feladatot adnának. Összességében nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a
Fidesznek meglehetősen magas legitim felhatalmazást adott a magyar társadalom, hogy mindenféle olyat megcsináljon, amit nem kéne. Ezzel nyilvánvalóan élhet. És higgyék el, ugye itt mondta valamelyik kormánypárti képviselő, hogy ellenzéki hadakozás. Abszolút tiszteletben tartom az önök jogát ahhoz, hogy azt csináljanak, amit akarnak, csak azt szeretném, hogy a józan észre gondolkozva felmérnék annak a következményeit, hogy 150 milliárd fejlesztésnek mennyi olyan lehetősége lenne, ami ártás nélkül valósul meg. És önök mégis úgy akarják megcsinálni, hogy annak ára legyen, és valami ártás is megvalósuljon benne. Én arra kérném önöket, hogyha van erre mód, van rá lehetőség, tegyenek le erről a tervről, vagy gondolják át, nézzék meg először a magyar társadalomnak a helyzetét, nézzék meg azt, hogy milyen helyzetben vannak vidéki kórházak, középiskolák, nézzék meg azoknak a sokaságát, amiről beszéltem, hogy vidéki helyi múzeumokat hogy adtak át önkormányzatoknak már, aki átvette, hogy milyen nehézségekkel küzd azoknak a fenntartása, és nézzék meg azt, hogy mennyire szükség lenne ott a megélhetésre, ott a gazdasági fejlesztésre, és 150 milliárdnyi forint mi minden lehetőséget teremtene ott. És hogyha ezt megnézték, és még mindig úgy gondolják, hogy már pedig ez kell, akkor nézzék meg, hogy ennek a múzeumi negyednek vajon nem lenne lehetőség úgy fejlesztés helyszínt találni, hogy az ne járjon semmilyen pusztításra, ne járjon zöld felület csökkenéssel, mert nyilvánvalóan mondhatják itt nekem, hogy a Fenntartható Fejlődés Bizottságnál volt egy kormánypárti meghallgatás már ez ügyben, egy MSZP-s kezdeményezés miatt, ahol elmondták, hogy majd zöld tetőket csinálnak a házak tetejére, és ezzel a zöld felületet fenntartják. Hát nyilván vannak ilyen megoldások, de funkcionálisan ez a fővárosi családoknak, a kisgyermeke családoknak, akiknek azt kellene, hogy fát öleljenek át, és gyep legyen rajta, és rohanni lehessen, meg jó nagyokat eltérre esni, annak ez a zöldtető, meg az összes ilyen fejlesztés nem fog lehetőséget teremteni. Ennek lesz valamilyen gazdaságfejlesztési hozadéka talán később. Nyilván az, hogy 150 milliárd megtérüljön, azért az nem mostanában fog idegenforgalomból megtérülni. Nyilván megértem a szándékot, ami a kulturális fejlesztésekre vonatkozik. Osztom a kormányzat ezen szándékát, de nem így, nem ilyen eszközökkel, és nem most tudnánk ezt támogatni. Kérem megfontolásra a elképzelésnek az újragondolását. Köszönöm szépen, elnök úr.